Üdvözlök minden kedves nézőt, én Szeberian vagyok, és a mai videóban megmutatom, hogy hogyan tudtok ilyen óriási nagy vihart csinálni. Ja várj, hogy ez neked nem elég nagy vihar? Akkor forduljunk meg, és ez már így megfelelő, srác. Jah, van egy olyan mod, amivel ilyen tornádót és egyéb fancy aranyos dolgokat lehet leidézni, és ennek a modnak a letöltési linkjét megtaláljátok a leírásban, a legutolsó sorban természetesen, mert mindig oda szoktam rakni a modokat. De ne is nézzük ezt tovább, kezdjük el a videót. Szépen sorba bemutatom nektek az összes itemet meg blokkot, amit tartalmaz ez a mod. Először is vannak itt ilyen homoklayerök, mivel ez a mod viharokat tartalmaz, és homokvihar is van köztük, és ugye ha homokvihar van, akkor az homokot szór mindenfele, és a homok néhol ott megmarad layerökben a földön, és ezért behozott ez a mod egy homok layer itemet is, hogy legyen, és ezt is tud pakolni, ne csak a hót. Illetve pár új animációt is rakott be ez a mod, hogyha ide jövünk a fák alá, akkor lehet látni, hogy hullik a levelük, vagy nem. Ja, de itt van, nézzétek, itt hullanak le a levelek, hogyha fúj a szél, akkor sokkal, de sokkal jobban hullanak a levelek, és oldalazva is tudnak hullani, hogyha attól függ, hogy melyik irányból fúj ugye a szél. Aztán van még itt nekünk ilyen packet sendünk, amire hogyha rányomok jobb klikkel, akkor egy ilyen kis homokfelhőt fúj ki magából, és elmegy egy kicsit, aztán ennyi. Igazából ez fogalmam sincs, hogy mire jó, vagy hogy ki használná ezt, de ez rak le a homok layeröket a földre néhol ott. Azt ennyi. Lehet a homokot lövöldözni, hogyha szeretnéd. Húha! Amúgy kezd itt vihar lenni, kezd itt egyre jobban fújni a szél, lehet hallani a Minecraft hangján is. A levelek sokkal jobban hullanak a fáról. Ez azért van, mert ugye elkezdett fújni a szél, és valamilyen vihar jön. Van is erre egy blokk. A Weather Radar, az lesz az. Igen, ezt lerakom. És ez írja, ez itt mutatja, hogy melyik vihar merre van. Nézzétek, itt vagyunk mi, középpontban. Ezt a blokkot ez a két narancsárga kis csík jelzi, és mutatja, hogy arra felez. Ez tényleg ilyenkor? Arra fel kell elindulnom, és ha jól tudom, arra eső van, amarra is eső van, arra meg kettő darab tornádó is, szerintem azokat én raktam még le a videó előtt. De meg is mutatom nektek, elrepülök arra fel az eső felé, és meglátjátok, hogy erre esni fog az eső, csak egy kicsit el kell mennem. Ahan, meg is érkeztünk, itt vagyunk az esőben, aztán van itt nekünk egy anemométerünk, fogalmam sincs, hogy hogy mondják, srácok. Ez egy ilyen széljelző, igazából szerintem ez ilyen kis dísz, hogy hangulatosabbá tegye a modot meg a játékot, ez jelzi, hogyha fúj a szél. Ugye minél jobban pörög, annál jobban fúj a szél. Ebből van egy másik is, egy ilyen szélkakas, melyik is az? Aha, itt van, jól tudom ez. Szóval van ilyen szélkakas is, és ez megmutatja, hogy merre felé fúj a szél, de ezt a levelek alapján is lehet egyébként látni, viszont hogyha nem lennének fák a közelünkben, csak szimplán fújna a szél, akkor ez megmutatja, hogy most éppen west, az a nyugat. Aha, most szinte fullosan nyugat felé fúj a szél. Teljesen. És lehet látni ugye a levelek alapján is, hogy arra fele meg a felhők is mozognak szépen lassan, tehát tök durva. Aztán van egy időjárás szirénánk, amit hogyha lerakunk, akkor ez egyelőre nem csinál semmit, viszont hogyha jönne egy nagyobb vihar, akkor ez elkezdően szirénázni önmagától. És ebből van egy ilyen redstone-os verzió is, amit manuálisan tudunk irányítani, hogyha a redstone jelet vezetünk bele, mondjuk egy redstone jelet belevezetek, és egy kart lerakok a végére, azt meghúzom, akkor egyből el is indul a sziréna, de többször is elindult, mert túl sok ideig volt meghúzva a kar, és ilyenkor többször is elindítja önmagát, ezért most ki is ütöm. Ja, hogy ilyenkor is megy még, remek. Viszont itt van ez az automatikus is, ezt meg tudom nektek mutatni, hogy hogyan működik, mivel van nekünk egy ilyen weather machine blokkunk is, amivel tudjuk irányítani az időjárást, ezt is lerakjuk, egy jobb klikket nyomunk rá, és kírja a cseten, hogy ez milyen vihart fog nekünk itt kreálni. Most például villámos vihart. Ahan, már el is kezdett villámlani, viszont riasztó még nem szól, szóval ennél nagyobb vihar kell valószínűleg. Akkor nézzünk nagy szél. A nagy szélnél még mindig nem szól, viszont itt már kezd kialakulni egy tornádó, legalábbis nagyon úgy néz ki. Majd lesz az is, csak még egyszer-kétszer rá kell nyomnom erre a blokkra. De egyelőre még nem olyan cinkes helyzet, és nézzétek, tök durva, hogyha kiütök valamit, akkor ugye annak a pertükőjei kihullanak, viszont a szél az viszi magával arra fel, amerre fúj. Ez tök durván néz ki, és ez is szerintem tök jól meg van csinálva. Na de még egyet nyomok erre a blokkra, és akkor ha jól tudom, most már a tornádó fog jönni. Nem, még nem a tornádó. Egy még az előzőnél is nagyobb vihar, és még mindig nem ez a riasztó, viszont a következőnél, a tornádónál. Aha, most beindult a riasztó, viszont el is vitte,
el is vitte a riasztót a tornádot teljesen, és a falut is kezdi elpusztítani. Ez nagyon durva. Hát a riasztó már csöndbe maradt, a tornádot teljes mértékben elintézte, ahogy csak lehet. Mi ez a hó itt? Havasba jön, beérkeztünk, vagy mi? Nagyon durva. Nagyon durva ez a tornádó. Nagyon durva ez a mod, és az a legdurvább, hogy ehhez nem kellenek a blokkok, ezek csak úgy magától is le tudnak idéződni. Csak nyilván kell neki idő, nyilván nem fog neked az első 10 percben 3 tornádó jönni, csak úgy furrandom a játékba. Bár az is megeshet, attól függ, hogy milyen szerencsés vagy bal szerencsés vagy. Na de most át is váltok Game Mode Survival-be, megmutatom nektek, hogy úgy, hogy működik. Figyeljetek, Enter nyomok, aztán el fog repíteni. Mondtam, engem is felszippant magába a tornádó, és most fölkerültem a legtetejébe, innen jó a kilátás. Itt még örülök neki, viszont lassan elkezdek visszazuhanni, és gyors egy kreatív modot be kéne ütni, jó. Tehát ez nagyon durva, hogyha a survival modban használjátok ezt a modot, a survival világotokban, és a házatoknál elkap egy ilyen tornádó, akkor hát az cing. Érdemes a házat a föld alá építeni. Aztán, hogyha rányomok erre még egyszer, akkor valami tropikál ciklont rak be, ami talán még durvább, mint a tornádó. Aha, ez egy még nagyobb tornádó, nem? Ez milyen survival modban, kíváncsi vagyok. Hát ez is elrepít. Ez gondolom még nagyobb rádiuszban egy tornádó, tehát hagyjuk is. Még egyszer rányomok. Amúgy nagyon durva, nézzétek, elviszi az összes mobot. Fölrepít ez mindent, a blokkokat is viszi magával, tehát ez kegyetlen. És tényleg az a legrosszabb, hogy a szirénát is elviszi. Lerakom, elkezd szirénázni, és mindjárt. Jó, most nem repíti föl, viszont hogyha megint de elvitte. És még egyszer rányomtam erre a blokkra, és ezzel offolom a vihart, el fog így tűnni, elmúlik. Aztán ennyi volt. És srácok, nektek nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor mindenféleképp nyomassatok rá egy lájkot, és ti is próbáljátok ki ezt a modot. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!